Kerékpárutak épülhetnek, barna mezős beruházások valósulhatnak meg, fejlődhet az orvosi és szociális alapellátás az úgynevezett terület- és településfejlesztési operatív programban. Ezeket a képeket nyár végén készítettük az előkészületek alatt álló beruházásokról, hiszen augusztus végére, szeptember elejére már értesültek az önkormányzatok az első körben nyertes pályázatokról. Sőt, vannak olyan célterületek, mint az egészségügyi alapellátás intézményeire és a szociális alapellátás fejlesztésére kiírt pályázatok, ahol a beérkező igényeket már teljes mértékben el is bírálták. Az önkormányzatoknál ugyebár az egészségügyi alapellátás van, itt a házi orvosi rendelők, védőnői szolgálatoknak a kérdés elsősorban is, még néhány kisebb kiegészítés van itt az egészségügyi alapszolgáltatások tekintetében, amelyre pályázhattak. Ennek az infrastruktúrának új infrastruktúra, meglévőknek az átalakítása, átépítése, javítása és technikai berendezések beszerzése volt a fő témakör. Szociális alapszolgáltatásban szintén ugyanezt mondhatnám, tehát akár új szociális alapszolgáltatási indítása, hogy nem voltak meg az infrastruktúrális feltételek, ugyebár a bentlakásos intézményekről beszélünk. Itt el kell különíteni a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetésnek a kérdését, amely a két fő területe ennek a területnek. Kerékpárút hálózat bővítésére több önkormányzat is pályázott a megyéből. Az uniós támogatásból csak a második körben 21,9 milliárd forint juthat a fenntartható fejlődés feltételeinek javítására. Az Európai Uniós pályázati források tekintetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezik a második legnagyobb felhasználható összeg 89,3 milliárd forint. 58,8 milliárd forint támogatási forrás már megítélésre került. Ez a rendelkezésre álló forráskeretnek a kétharmada, tehát azt jelenti, hogy ezek a források már biztosan elkeltek, és szerződéskötések az összes forráskerethez viszonyítottan 51%-ban, azaz jelenti több mint a felében már a szerződések is megkötésre kerültek. Az első körben elnyert projektek, beruházások a következő év tavaszára, nyarára készülhetnek el.